Sziasztok, srácok, üdv mindenkinek, folytassuk a Tomb Raider végigjátszást, és ahogy az előző rész végén felfedeztem itt egy sírt, most ezt fogjuk szépen felfedezni, és megnézzük, hogy milyen fejtörő vár ránk, mert egyelőre, ja, hogy azt nem tudom kinyitni vele, oké, az még, ehhez majd gondolom kelleni fog egy csiga, vagy megerősített valami, jó. Jó, hát azt ott akkor nem nyitjuk ki, remélem, hogy nem arra kell elmennünk. Jó, ez egy pár titkot most nekünk meg fog mutatni. Igen, itt mutatja is, hogy itt van egy sír, erre el tudunk jönni. Jó, akkor elnézzünk erre. Hú, bakker, ez mély. Ezt hova tudom lőni? Ja, sehova. Jó, leugrunk. Lesz, ami lesz. Megnézzük, mi van a víz alatt. Aha. Ez kell nekem. Az is kell. Igen. Ez is jöhet. Erre levegő, 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 nem kéne megfulladni. Jó. Szerintem más nincsen lent. Jó. Mehetünk akkor tovább. Erre semmi. Itt, aha. Itt nem kockáztatnám meg az ugrást. Úgyhogy inkább erre megyünk. Picit sötét van. De nem baj. Végül is átjutottunk a túloldalára, kis kerülővel. Azt mondja, hogy ez egy ismeretlen terület. Arra semmi. Jó. Hoppá, 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 hoppá. Jó, akkor itt már vissza nem jövünk. Jó. Vissza már nem. Jó, hát akkor itt ez ilyen végállomás. Fogalmam sincs, hogy fogunk visszajutni. Ez mi? Ez valamilyen állat. Ezt gondolom itt meg tudja fogni Lara. Jó, lejöttünk. Ennek valami más kiárata is lesz ennek a barlangnak, mert hogy ezen az úton nem fogunk visszamenni, az is biztos. És van egy érzésem, hogy ez a cucc, itt ez mérgezni fog. Zd meg! Kurva anyádat. Jezget. Aha. Megpróbálok oda átugrani. Jó, ez nem jött be. Hú, a kurva anyátokat! Sokan vagytok. A rohadt életbe. Jó, kell a bundájuk. Ezt a mindenit. Jó. Igen, az ott csak nyíl. Erre mi van? Itt ezt el lehet olvasni. Mondom, el lehet olvasni.
Egy fél pillanat, közelebb csúszok. Jó. 44 százalékról lett 55. Jó. Erre úgy látom, hogy nincsen semmi. Nyilat lőttem el? Nem. Meg se próbáltam. Jó, hát akkor sanszos, hogy erre megyünk tovább. Oké. És akkor itt. De kurva jól néz amúgy ki ez a vörös. Ez kell nekem. És... aha, itt van valami. Oké. Erre nem. Itt viszont fel tudunk menni. Mondom, fel tudunk menni. Igen, egy picit gyorsabban mászik Lara. Tehát az előző sírt megérte megcsinálni. Na várjál, ezt innen kiássuk gyorsan. Oké. Itt van még valami? Nem, nincs. Ott viszont valami lesz szemben. Ez egy tábortűznek néz ki. Így van. Nézzük meg, hogy már van kettő pontunk. Na nézzük, mire menjünk rá. Szóval ez itt az új. Jó. Nekem ez mondjuk kellene. Jó. Azt ki fogjuk majd craftolni. És erre mi van? Mondom, ez lesz a kijárat. Oké, kösz Lara az infót. Tehát. Ez kell. Van egy kisebb fajta szél. Van egy olyan érzésem, hogy itt majd a széllel kell játszani valamit. Aha. Jó, hát. Azon ott nem sikerült átmászni, mert lefújt. Az igen? Na várjál. Ez mit csinál? Aha. Most át tudok menni rajta. Oda. Aha, ez így ingázik. És hogyha ráugrok, akkor onnan el tudok majd menni oda, arra a platformra, mert itt a hídon nem tudunk átmenni. Oké. Ja igen, mert fújja a szél. És ennyi, nem jön vissza. Eléggé fúj, igen. Jó, de visszajön. Oké. Tehát várunk egy szelet. Gyerünk. Úgy. Fogd meg, Lara! Jó. Akkor ezzel itt megint fogunk tudni játszani valamit. Kinyitjuk ott a ezért, és akkor ott megint fújni fog a szél. Oké. Sőt, a tűz is elaludt. Na várjál. Egyelőre azt még nem piszkáljuk, mert nem tudom, hogy mit kellene csinálni. Még nem látom át teljesen. Itt van egy ilyen blokkád. Mondjuk elképzelésem az van. Szóval. Nézzük meg ezt újra. Tehát, hogyha ezt bezárom.
akkor... akkor ezt bezártam. De erre nem fogok tudni ráugrani. De... valahogy át kell jutnom a túloldalra. És azon van olyan kötél. Na most. Ezzel itt... le ne csúsz. Ezzel itt nem tudunk mit kezdeni. Lehet, hogy mégiscsak ki kellene nyitni. Jaj, tudom, tudom, tudom mit kell... ó, Pisti, de hülye vagy. Hát nem véletlenül van rajta az. Ezzel adunk neki egy kis kilengést. És ha szerencsém van, akkor le fogja verni azt ott. Csak szerintem nem innen kell, hanem erről az oldalról. Ez tuti. Valahonnan innen. Így. Aha. Ezt pont így kell csinálni. Kérdés. Itt én át fogok-e tudni menni úgy, hogyha fúj a szél? Nem, nem. Nem, nem. Nem megyünk át ott. Ezt vissza kell csukni. Mert lefújna a szél és leesnénk. Hogy ezt itt vissza kell zárni. És most tudunk átjönni itt. Igen. Na, következő blokád már megint megvan. Ez. Aha, ezt viszont nem tudom. Nem, ezt nem innen. Több erő kell. Nem. Nem. Ide más kell kitalálni. Ott van, látom már, hogy hova kell menni. Tehát ott a vége az útnak. Na várjál, itt fel tudunk-e menni? Bár mondjuk ez nem tudom, hogy nekem miért jó. Jó. Tehát konkrétan bejöttem ide alá. Ja, értem! Értem, megvan, megvan. Tehát ezt a kettőt össze kell kötni. Vissza kell mászni valahogy. Legalábbis remélem. Vissza tudok mászni. Nem. Ja, hülye, bazd meg, Pisti, kötél! Na, és akkor most fogjuk azt onnan kirántani. Aha. Jók ezek a fejtörők, tetszenek. Jó, de ezt vissza is kell csukni. Oké. Hát ezzel meg vagyunk. Most ezt itt el fogom tudni tekerni, kinyitom az ablakot, és el fogja fújni a húzat a tüzet. Fire's out onto the altar.
Jó. És hogyha ezt visszacsukom, remélem a tűz az nem fog kigyulladni újra. Mert lefújna minket a szél. Aha. Jó, úgy érzem, hogy ezt megcsináltuk sikeresen. Ez jó volt, ez tetszett. Jók ezek a sírok benne, jó kis fejtörők vannak a játékban. Nem rossz. Tehát tűztől meg a robbanásoktól kevesebbet fogunk sérülni. Oké, és akkor ezt teljesítettük is. Jó, és akkor most mehetünk vissza kifelé. Oké, és ugye azt beszéltük, hogy most kaptam skill pontot is. Tehát akkor már van 3. Az azért jó, mert van 2 nyilvesszős képesség, amit már régóta ki akarok fejleszteni. Hogy egyszerre 2 nyilvesszőt fogunk tudni kilőni. Az kell. Kérdés, hogy ez most fejre fog célozni, vagy testre. Mert nem mindegy. Jó, és akkor a kiárat. Arra kíváncsi vagyok, hogy az hogy fog kinézni, mert... Hát ugye eléggé olyan úton jöttünk ide le, amin nem fogunk tudni vissza felmenni. Hát ott nem. Ott csúsztunk le, igen. Igen. Hát csak ez van. Ja, hogy így, aha. Aggódj. Jó. Több mint valószínű, hogy alá kell merülni. Vagy nem. De várjál már, a víz alatt van-e valami? Ja, hogy leér a lábunk. Aha, akkor nem merülünk le. Oké. Jó, erre nem látok semmit, ott majd szembe lesz egy cucc, azt felvesszük. Itt szépen felmászunk. Az igen. Aha! Aha! Tudom, hogy hol vagyunk, ez már tényleg a kiárat. És ugye ott nem akartam átugrani, úgyhogy megyünk a kerülő úton megint. Jó, kijutottunk. Jó, mondjuk még nem teljesen, de... Jó úton. Anyád, jó magasra dobtad azt a csákányt. Nos, innen merre megyünk tovább? Aha, jobbra. Csak ugye lefelé elég gyorsan mentünk, mert leugrottam. Jó, ez megvan. Volt benne némi fejtörő. Nem is olyan rövidek ezek a kihívások. Tehát ilyen negyed óra, 20 percesek, meg fél óra, de azért úgy megy vele az idő. És megéri megcsinálni őket. Na, szóval most, hogy ezt megcsináltuk, most már tényleg megyünk arra, merre menni kő. Ezt fel tudom venni? Nem, mert elé vagyunk. Ide shotgun fog kelleni, oké. Az még egyelőre nincs meg. Erre itt volt valami monolit. Azt írta. A
Aha. I can't figure out what this means. Nem tudjuk megcsinálni még egyelőre. Jó, nem gond. Ez mi ez? Ja, ezt is lehet olvasni, ezeket kell olvasgatni. 13. Gratulálok. A nem valami zsok. A 13%. Jó. Szóval, arra kell menni, de erre... Mi van? Jaj, tudom. Tehát muszáj vagyok erre menni. Igen. Hát ez a rész itt ennyi. Nos, nekem ugye erre kell jönni. Mert itt még nem jártam. Jonah! I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Yeah, Abby remembered where she saw that symbol. It's inside arról the temple jöttem. Somewhere. Erre megyünk be. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not break... I'll be right there, Lara. De gyorsan ide értél. Ishal and Shakshal, the twins come together. What is it? Lara, what? Abby said not to break anything. I'm not breaking it. I'm restoring the original. Someone was trying to hide it. Hogy el van rejtve. The twins come together before following the path of the living. It's been tampered with. Like that thing in Mexico. This must lead to the next clue. Go. I'll stay here. See what else I can find. Sounds good. Jó hangzik, hogy itt marad. Te meg bemész egyedül. Legyen, bár mondjuk én is úgy vagyok vele, hogy inkább egyedül, mint hogy Johnára is figyelgessek, hogy mi van vele. Aha! Az igen, de jól néz ki. Hoppá! Damn. Trinity already there, trying to blast their way in. I'm gonna take a closer look. A Trinity már megint ott tevékenykedik, úgyhogy oda kell érnünk. Aha, lehet fejest ugrani a vízbe, de jó. Azt a növényt még ott elvinném magammal. Ja, vízi növényt kell találnom, 5-öt. Na várjál, az megoldható. De kurva jól néz ki amúgy.
Nem akarsz kijönni a víz alól? Pedig valamit itt kell majd, valahol itt kellene tovább menni. Mondjuk szerintem itt át tudunk mászni. Vagy itt ezen. Átférünk. Aha, át. Jól van. Those drones were unexpectedly heavy and sharp. Boat looks okay though. Glad you're here. We have a problem. Jenny again? I'm on it. Wants us to search underwater? He wants us to search everywhere. Megint cápásat játszunk. Commander will get things back on track. Dock station, Operation Lone Wolf underway. Drones have been launched. They're 5 miles downriver. Signal is strong. Nem túl jó, hogy észrevettek. Nem baj, keresetek csak nyugodtan. Én addig itt el vagyok a víz alatt. Ja, közben megvannak az 5 vízinövény. Tehát azokat megtaláltam mindet. Hát ez rip. A kurva anyádat, hogy láttál meg ott? Ehhez mit szólsz? Ezt azért, mert meglőttél a szemét. Jó, ezzel megvagyunk. Azok ott vízi növények. Azért azokat szedjük össze, mert szükség lehet rájuk. Főleg, hogyha ilyen jól lopakodok, mint most. Jaj, még csak most írja ki a játék, hogy aki piros, meg a sárga a túlélőben? Ne szórakozzál már. Tehát nagyon jól tudom, hogy aki sárga, azt nem fogják látni, hogyha megölöm. És most írja ki a játék, azt már mióta játszunk. Jó, ezek teli vannak. Laura, you okay? Hogy ne lennék jó, itt van egy tábor. Hey Jonah, I... What happened here? I said don't break anything. Hey Abby, I can explain. I'll get back to you later, Laura. Abbynek nem tetszett, hogy összetörtük ott azt a falat. Na nézzük. Ez is 3 kell, majd ez már megvan. Ezek mik? Ez kell. Visszakapom a nyilvesszőket.
hogyha a testekből, akiket lootolok. Az teli van. Ez is teli van. Ez kemény lesz, gyerekek. Már most látom. Az annyira durva lesz, figyeljetek. Bekentük magunkat sárral. És menni fog a überlopakodás. Ez nagyon durva lesz, ezt már most elmondom. Borvenir, this is Commander Rourke. Have you achieved lockdown? We're almost there. All access points are covered and most of the barricades are finished. Almost isn't good enough. Secure the perimeter now and make damn sure it's locked tight. Aye, sir. If I could ask, sir, what's going on? Recon team is en route. Rourke out. Nem látok senkit, pedig még van itt egy ember valahol. Hol van? Aha, ott vannak. Erre nem tudok felmenni, ugye? Nem. Aha, a fegyveres meghallotta a nyilat. Azt szépen ide csalogatjuk. Meg majd utána még közelebb egy picit magunkhoz. Ez annyira jó. Másik meg itt van valahol. Aha, megvan az is. Annyira imádom ezt a játékot. Ezt egy jó párszor tudja, hogy végig fogom játszani. És tényleg ez a dzsungeles környezet, ez annyira adja magát, mind lopakodás, meg minden tekintetben. Ja, hogy itt lett volna egy lépcső ide fel, és akkor innen rájuk tudtam volna ugrani, értem. Jó, most már mindegy. De mondjuk itt még vannak. We're fortifying ourselves from a threat from overland. Seems pretty standard. If something did go wrong, we should assume it could be anything. We've got the temple covered too. I don't know, man. No, várjál. Őket valahogy szét kellene választani. We've been overreacting to things since that storm hit. Azt hiszem elfogytak. Úgyhogy mehetünk lootolni. Jonah, Commander Rourke is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. You going to check it out? Yeah, I'll see what they found. Rourke was there in Cozumel when Itt van ilyen cucc, ezt felvesszük. They must have figured out the next step to the hidden city. Erre semmi. Gondolom, ezt az ajtót kell kinyitnom. Aha. Ja, ez meg tele van. Jó. Ja. Nem baj, de kellett már. Mondjuk... Ezt is fel kéne fejleszteni, hogy sokkal gyorsabban nyissuk ki ezeket az ajtókat. Uha, itt valószínű, hogy lefelé fogunk menni.
nem így kellett volna lejönni. Maradjunk annyiban. There's been a bloodbath here. What happened? Oha, itt van egy csomó vér. Ezt lehet lootolni? Nem. Nos tényleg, ezekkel mi történt? Itt mi történt lent? Csomó halott, csomó vér, tiszta horror. Érdekes. Aha. Rosszat sejtett hangeffektusok. Jó, majd jobbra megyünk, úgyhogy elnézünk balra. Ez át tudok menni? Át, csak fáj. Visszafelé majd ugrunk. Nyolcvannyolc százalék, jó. Alakul. Ha! Jonah, I made it inside the temple. Aha. I think we found something here too. Some numbers. I'm gonna clear it off. Be kell mennünk a templomba. Ez le fog szakadni. Nem. Jó. Na nézzük, hogyha ezt csinálom. Ó, bakker. Hát ebben meg... Itt át tudok jönni, de miért? Ó! Tehát ez megmutatja, hogy hogy kell kinézni a dolognak? Igen, ez megmutatja, hogy kell kinézni a dolognak. Tehát a baloldali az 3, M meg 4. 4 és 1. Ez itt jó is. Várjál, a baloldalinak alul mi van? A ilyen tojás. Vagy én nem tudom, hogy mi. Az ott. Úgyhogy ezt meg tekerjük. Ez. Ezt megnyomjuk gyorsan. Ez még könnyű. Jó. De ezzel nem vagyok előrébb. Félek, hogy itt meg fogok halni, hogyha ide bejövök. Nem jó. De jó. Ú, bazd meg. Meghaltunk. Én azt hittem, hogy oda kell leugrani. Azt mondja, hogy most kész van. Jó, tehát hogyha megnyomom a gombot, akkor itt ez le fog szakadni. Jó. Ott lent van egy rakat kígyó. Viszont arra ott el tudok menni. Érdekes. És ha felgyújtom őket, az működhet.
Hát ide hallom, hogy van egy csomó kígyó még mindig alattam. De ezek nem halnak ám meg. Itt valamit ki kell találni. Na várja. Aha, megvan. Tehát itt lett még egy tekerentyűs. Na, eddig csak kettő volt. A baloldalihoz ez kell. A jobboldalihoz pedig a pötty. A négy pötty, egy pötty, három pötty. Jó, és hogyha ezt a gombot megnyomom, akkor kijön a következő adag, vagy mi lesz vele? Nem, kinyílik a kapu. És van még egy ajtó. Tehát, és ez lesz majd a negyedik. Tehát akkor most megint futás van kifelé ezerre. Igen. És már most négy van. Aha. A jobb oldalinak a negyedikje. Hát azt nem látom. Az üres. Egy, kettő, három. Ja, nem üres, nincs ott. Egy csík. A kettő oldalból kell összerakni egyet. Tehát ide a csíkot kell rakni. Egy magában, pöttyök nélkül. Tehát ezt. Igen. Azt mondja, tojás alatta mi van? Még egy. Így. Tehát elvileg most ki fog nyílni az ajtó. Igen. De van még. I have two dates here, an E shell. I think I've seen the date on the left side. The photo. Hát mennyi van még? Maybe there's a clue. A csík alatt ott nincs semmi. Ott sincs semmi. De hiányos. A három cucc alatt ott semmi nincsen. Meg ott se. Photo from Cozumel. Ja, kell a fénykép. All dates have five numbers. This numeral was damaged to look like a 13. But what if it's really an 8? That's a 2000 year difference and the constellations would be in a completely different position. So the star path would lead west to. Jó, van, de ez a három pötty, ez hova kell? Olyan, mint hogyha itt bal oldalt lenne. Igen. Hol van? Hol volt a francba? Ezek skillek, gyűjtős, harckraft, felfedezés. Nem, ezek nem azok. Na várjál, meg kell találni, hogy ez hol volt. Aha. Find the hidden city, go south along the shore until you find the pink fish.
then chase the heart of the serpent to the Silver Crown. This is the star Alphard, the solitary one. Nem. Itt a három pötty. In the Maya lockdown calendar, all dates have five numbers. Mi lesz a jobb oldalon? Egyszerűen nem akar kinyílni, és nem jövök rá, hogy mi lehet a megoldás. Ezt meg már néztem. Na jó. A B-terv az az, hogy a fotón, ugye... ezen... ott van három pötty. Meg egy csík. Alatta. Nos, lehet. Végignézem, hogy itt mik vannak. Tehát, hogyha ide berakom az egy pöttyöt, és ide a kettőt, a csíkkal alján, mert úgy emlékszem, hogy itt van kettő pöttyös, akkor az lehet, hogy kiadja, ugye, azt az egy szimbólumot, hogy ugye ők három pöttyök vannak egy vonal felett. Nem. És nem. Az is lehet, hogy ez itt a szar. Okay, Jonah. What's the final number for Shack Shell? A line across with two dots on top of it. 7, I think. Thanks. Mi van? Most lesz jó. Nem értem benne a logikát. Ha most jó lesz, nem értem a logikát benne. Nem értem a logikáját. Ezt érti valaki? In the Maya long count calendar, all dates have five numbers. This numeral was damaged to look like a 13. But what if it's really an 8? That's a 2000 year difference and the constellations would be in a complete... Hát, kövezzetek meg, én ezt itt nem értem, hogy ez így hogy jött ki jónak. Fogalmam sincs, de kinyílt. Hát remélem, sok ilyen fejtörő lesz a játékban, hogy itt elakadok. Száz. Jó, hát ide kell feljönni. Jonah. Hey, Lara. It's Abby. Igen, szia. Hey, Abby. I found a mural. It seems to depict some kind of journey. Entering through a jaguar mouth follows a serpent toward a silver eye. Uh-huh. On the way, there's a spider and an eagle that rises toward a temple. Okay, I don't know about most of that, but the jaguar mouth... Az a fényképezőgép, hogy mindig nálunk van. Really? Yeah. Cat sculpture, big teeth. Oh, here. He's back. Laura, you okay? Yeah, I'm heading back. Good. I think you're gonna like this. Mi az, hogy megyünk visszafelé? De hogy megyünk visszafelé? Hát az ott nekem még kell. Az plusz képesség, hagyjad már. És akkor mi lenne, hogyha felvettem volna a nehézségét a játéknak? Mondjuk úgy durvábbra. Így a fejtörőkét. Remélem ezért valami jó képességet kapunk, mert ezért most megszenvedtem elég rendesen. Aha! Ez jó buli lesz. Erre emögött van valami? Nem emögött, hanem ez.
Ez mondjuk jöhet. De ezeket az edényeket kirakosgatta ide. És miért vannak ott? Mi célt szolgálnak? Anyád. Piranyák! Na takarodj! Akkor már megyünk is ki a vízből. Ja, hogy a víz alatt el kell bújni itt a hínárban, és akkor a piranyák nem vesznek észre. Bahatom. És erre kell jönni. Jó nagyot kerültem. Ott már látok oxigént. Ez az. Most jó felé jövünk. De megint fog kelleni oxigén, mert nem fogjuk ám sokáig bírni. Mondtam. Lara, bírt ki még egy nagyon picikét? Csak egy nagyon picit bírt ki. Jó, kijutottunk. Ez viszont nekem kell innen. Növény. Nem vágom, tehát... Nem értettem a logikáját ott annak a fejtörőnek, na mindegy. Na várja, várja. Basecamp, this is Omicron team. We've been ambushed. Basecamp, come in. Anything? Quiet. I need to hear. Figyeld, hold. I still can't. Holy Christ. Ez mennyire durva már? Gyere ide, haver, ne lövöldözzél. Gyere ide. Hát ha nem, akkor én jövök ide. Hát az jön a halál, nem kell aggódni. Valami tábortűzig el kellene jutni. Itt mi van? Ó! Én meg ott vagyok áttérve. Az mi? Az mi volt? Damn it!
Nos, komolyan kérdezem, az mi a jó isten volt? Itt az autónál semmi. Danger, de miért? Tell us what happened. All I saw were claws, teeth. They hit us. Just screaming. Bones. It's over. You're safe. God. You okay now? Gyere csak ide, nagyon gyorsan, így. We just need to wait it out until the reinforcements arrive. Oké. Okay. Ők ott azért vannak többen is. Az a baj, hogy azon meg sisak van. Azt vagy közelről, vagy sehogy. Jungle too long. It's messing with their heads. Hú, a jó ég áldja meg ezt a játékot most már tényleg. Várjál csak. Itt viszont fel tudunk jönni. Baszd meg. És sikeresen le is estem. Majdnem észrevett. Jó, hogy rajtam van ez a hülye átszaruha. Jó. Ez így lesz jó. Az a baj, hogy még mindig többen vannak, mint kettő. They're on their way. It is almost over. Te mit csinálsz, haver? Miért kezdtél el ész nélkül lövöldözni? Ez jó lesz. Most őket, kettőjüket kéne szétválasztani valahogy. Hoppá, ez nem jó. Kicsit észrevettek. Most keresnek, vagy tudják, hogy hol vagyok? Ez mondjuk egy picit érdekelne. Nem, konkrétan tudják, hogy itt vagyok. Nem baj, nekem ez így is jó. Ezt add ide. Ja, ez üveg, ez nekem nem kell, ezt ragd le. Jó, merre megyünk tovább? Valami továbbvezető utat kellene ja, arra van. Kéne már valami tábortűz, de az nagyon. Sár, sár.
ez loot? Bodies everywhere. Creatures kill them. But what? Impossible. Jonah, all full up. Laura? Can't carry any. Impossible. It made hissing sounds and moved so fast. Laura, that sounds like the legend of the Pishtako. You pulling her legs? No. I know what I saw. Are you safe? Yeah, I'm on my way back. Nagyon durvák ezek a hangok. Jó, mehetünk. Erre már nincsen semmi. Ez is tele van. Kéne majd craftolni dolgokat ahhoz, hogy ezeket a tárgyakat fel tudjam venni. Na most, Mária, hol vagyok? Ja, most fogunk visszamenni Johnáékhoz teljesen. Ó, és itt van egy tábortűz. Oké, de szépen lehuppanunk. És megnézzük a skilleket, mert van 4 skill pontunk. Ami azért jó, ez mit tud? Aha. Jó, engem viszont más érdekelne. Ezek ugye, ezek ilyen túlélősök. Jó. Mondjuk, ez mit tud? Ja igen, ezt mondtam, hogy ez kelleni fog nekem. Ezzel ugye vissza tudom szedni a testekből a nyilvesszőt. Kettő pontunk van még, mire rakjuk rá. Tüdőkapacitás. Már jöhet is. Jó. Na srácok, innen fogom folytatni legközelebb. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Ha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ha támogatni szeretnétek, és nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok rá a kis csengőre. És a következő részben találkozunk nem sokára. Addig is sziasztok!